Szevasztok és sziasztok! Én se látok így az erők, és üdvözöllek titeket a csatornában, és üdvözöllek titeket a Minecraft leges-legelső verziójában, srácok. Hát én ezt mindig is látni akartam, srácok. Hát egy, t -t -t, ez egy lapos világ, ahogy egyenlőre látom. Lehet benne ugrani, srácok. Sneakelni nem lehet, nem lehet sprintelni. Srácok? Uh, 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 na jó, srácok um, Már játszottam ezzel egy kicsit, bevallom, de ezt még nem tudtam, srácok. Ha még nem játszok az R akkor random felrepültök valahova. Azért... És lehet... Uh, fel van cserélve itt az igé egész. Szóval a bal klikkel rakom le, és a jobb klikkel pedig töröm. Ez fel van cserélve, srácok. És hát... X-ray... Ja, ja, X-ray srácok, hát nézd meg, mert látom, hogy ott van egy semmi a főd alatt. És itt lehet lefele ásni, srácok. Ez nagyon jó. Most ide raktam ezt a blokkot, Fé x ray is látok. hát ennyi. X, így kell x Hát mert az, az első verzióban is már volt x srácok, hát miről beszéltek ti? Hát ez a legjobb Minecraft verzió a világon, nem? Hát itt kezdődött minden srácok. új hát ezek voltak a jó idők srácok, amikor még így nézett ki a Minecraft. Ezek voltak a jó idők nézd meg. Most srácok fel is jutottam, és hát azt veszem észre, hogy srácok nagyon sok mindent lehet itt csinálni. lehet itt, hát szóval van kettő blokk már srácok, szóval ez, ez nagyon turva, és srácok néz. Lehet, de ezt most építettem, láthatok, ide, ide egyszerűen ilyen falat építeni is Itt, hát nem tudom. Jó, oh, rakni akartam blokkot. Ide felgrosszol erre, aztán erre, és így nem tudom, itt fel, fel tudsz építeni, és, és és ezt srácok nem tudom. Um, hát, uh, unatkozok srácok, aztán gondoltam, hogy akkor hát próbáljuk. Sokkal lassabban zúlnak srácok? Ha, az, e? Figyeljétek milyen lassan zúl. Figyelj, dropper! Ó, a srácokat még az első verzióban is tudok ezért dropperezni. Srácok, amúgy azt vettem észre, hogy mint ahogy látjátok, ö, uh, most beépítettem magam. Na, és ugye itt most látjátok, srácok, hogy ugye itt, itt most látom, mi van, és ha elmegyek még messzebb, akkor egyre sötétebb lesz. És mert most már nagyon sötét, srácok, szóval nem tudom, hogy ez, ez így miért jó, de hogy ez így van, és ha közelebb megyek, akkor, akkor, ugye meg tök világos. De hát szerintem ki is a játékot. Azért valamit csinálhattak volna, szóval én csináltam volna egy ilyen easter hogy a, az a célja a játéknak, hogy például nem tudom, meg kell találni egy homokot, egy homoklokot valahogy elrejtenek. De hát akkor hát nincsen olyan. Hát tudok olyan gyorsan lefele ásni, hogy nem érek hozzá a padlót. Hát nem megy annyira olyan jól, srácok. De, na, kiestem, srácok. Hát, uh, szóval itt voltunk. Hát az eléggé kicsi a rendes világhoz képest, a rendes világhoz már végtelen a mai játékban, de hát um, remélem mindjárt respawnolok. Hát um, nem is úgy van, mint hogyha máma még lenne valami dolgom, srácok. egész nap ráére. Szóval... Hát... Um, srácok, mennyi fogok itt még zuhanni? a srácok, olyan, mint a közelednik srácok. Látjátok, Most meg újra, Srácok, látszatok, ti is ezt az illúziót? Na mindegy. Ö, viszont még meddig zuhanok? Zúrna... Srácok, egy én egyáltalán? Most egy látszatlan blokkon vagyok rajta. Nem, mert ez, ez egyre kisebb. Mertűnt. Ö, ö, mi? Srácok, ott van még valami. De... Á, ott. Ott van még a sziget. Ne, ne menj és most... Ennyi? Ez a Minecraft zúlanok a semmibe örökké? Hú, na mindegy srácok, nem ennyi lett volna ez a videó, mert még egy másik verziót is terveztem ebbe a videóba, és akkor most akkor ugorjunk is oda, most akkor meg is mutatom nektek azt a verziót is. Na srácok, itt is vagyunk a következő verzióban, ez a Minecraft Beta 1.8. Mi? 1.0, Minecraft Beta 1.0, mint ahogy ott bal felső sarokban is láthatjátok. És hát előbb ugye négyzet alakú volt a képernyő, ez azért van, mert azt a versiót csak úgy tudtam játszani. Viszont hát akkor nézzük is meg, hogy akkor ez mit tud. Uh, itt már van egy világom. Nézzük meg azt a világot, látok, Kíváncsi vagyok, hogy mit csináltam. És hát akkor most akkor be is tölt. Ez jó sok years later. És miután be is töltött, láthatjuk, hogy hát így néz ki a Minecraft. Um, itt a... Itt azt veszem észre, srácok, hogy ez, ez, ez a pixel, ez nem illik oda. Szóval az, az időktől is lehet venni, viszont srácok, hát itt kezdődött szinte minden srác, szóval itt már... Ez mi? És rácok itt jön, nincsen húsunk, szinte majdnem úgy néz ki, mint a kreatívban lenni, nincsen inventory, de viszont tudunk is srácok, az már jó. tung tudunk sprintelni, nem tudunk sprintelni. Hájzó, jelte, srácok, most dropper jön. Hú! én vízbe érkezett. srácok? Ezt látlátok? Vízbe érkeztem, és <laughs> ez de, de ez az a tipikus izé Minecraft hangot, hallottátok srácok? Na most nem sebződtem. Meg gondolom, ha mondjuk a valóságban is úgy van amúgy, hogy... Ha hát, de akkor... Akkor egy jó, jó logikákkal volt megcsinálva a játék, és a játék direkt levette a Minecraft logikáját ugye így a logikusabb, hogy hogyha innen leugrasz, rácok a vízbe, és mivel nem elég mély a víz, azért sebződ. De a mai Minecraftban srácok, hogyha egy pixel magasságnyi vízbe esel, akkor már nem sebződ, szóval direkt izé vette a a logikáját a Minecraft a Minecraft, vagyis adom, a Domo Minecraftnak. Ö, hát figyelj, miért ne? Szóval és segíts végig ott van ben, fent a bal felső sarokban, hogy Minecraft Beta 1.8 most egy beta tester vagyok srácok Úgy mond Viszont hát Srácok um, én itt nem tudok valós feljutni Hát akkor megpróbálok feljutni srácok Na és miután itt fent is vagyunk Találkozunk is egy malacsal, aztán lerökjük, akkor Túlélte, és a malacok tudnak úszni a Minecraftban, ezt ez, ez, tudjuk, srácok. És hát mi nem tudunk mindig futni. Erre nem működik, viszont... Á! Ah, van nekünk egy eszkünk, itt van saving level, save and quit, vagy back to game, vagy options. 3D, on... mink ezek. Na, no, és most mi történt? Elvileg 3 d lett a játékunk. Uh, hát nem igazán értem, srácok, de hát kapcsoljuk ki. Kicsit, kicsit balrább megyek, hogyha ezt bekapcsolom. Mindegy. Jó, lesz az így, és hát akkor kezdjünk el túl, én srácok. Na hát most tetsz hogy kiülsük. amúgy remélem nem túl hangos. A játék. Lejjebb veszem a hangerőt, srácok. Uuh, ez remélem, hogy lehetett hallani, mert. Ú, uh, bakker, srácok, sajnálom a minőséget. Hogy ilyen. Ja. Ezért sajnálom, ezért tényleg nagyon nagy bocs, de Hogyha akarjátok, hogy Minecraft Beta 1.0-ban csináljunk egy túlélőt, akkor szavazzatok az ibetűre arra, hogy csináljunk egy túlélős srácok. És hát akkor majd meglátjuk, srácok, hogy akkor, hogy lesz, mint lesz. És aztán hát akkor így te is kezdem srácokat, hát figyeljetek itt. Most gyűjtünk egy kicsit De itt, itt, érted, itt bármit csinálhat, srácok, itt Igaz, hogy nem lehet feltöteni a szívedet, de viszont Nem kell Azon az, aggódnod, hogy például nem jutsz kajához, de srácok, attól még Mit tudsz kezdeni a kajába, szóval ez, ez a malac, ez kaját ad? Na Igen és nem lehet stekelni a húst. Viszont mi történik, ha megeszem? Ah, feltöltődik a HP-m, srácok, ez aki... Ah, értem, srácok. Szóval a mala, soha szóval semmi evés animáció, meg semmi. És akkor, hogyha megölöm ezt a malacot, az húsit és nem a kajámat tölti fel, és a kaja, hogyha maximum feltöltődik a kajám, hanem Nem mondja a hús fel a szívem, és rácok kezd beesteredni azt a milyen szép naplementes rácok én is a tehén naplementébe. Na, tehén, ne! Mit csináltam rosszul, ne hagyj el! Oké. Okay. Visszajössz? Ja, hát ez nagyon menő néz ki, srácok. Na jó, kíváncsi vagyok, hogy a... a ez nem tudom, mi a tehén? Mit ad? Ha megölöm, még szerintem úgy, hogy bört és hús, de hát azért azért kíváncsi vagyok, srácok, hogy azért... Na, hajj már meg. Hát lehet, hogy most nem láttuk sokat. Ö, nem tudok úgy semmit. Jó, van. Amúgy vannak creeperek, meg ilyesmik srácok, szó. Szóval... itt is van az első zombi srácok. Ö! Ennek ilyen nagy a... Zé, hitboxa. Ö, srácok! Ez nagyon nagy az um, Viszont van F5, srácok. Azt vettem most észre. Um, akkor én most itt menekülök a zombitós srácok. Kiválaszok nekem szerencsét, remélem nem fog begölni. És találkozunk a következő videóban. Uh, hogyha még nem vagy feliratkozó, akkor nyugodtan iratkozz fel, és akkor nem fogsz lemaradni, és egyik új. Videómról sem minden nap jön új videó a csatornámra. De akkor találkozunk egy másik videóban. Viszlát és helló! Hát srácok, Ö, akkor mehet a túlélés.